Villand Veronika következik, tréner, coach, moderátor, szervezetfejlesztő, három gyermek édesanyja, feleség, társ és egy sikeres vállalkozás vezetője. Önfeletti szabad gyerek volt, aki hajlandó volt kompromisszumokat kötni, egyúttal harcolni az igazáért, ha kellett. Szembe tudott szállni a betegségével, az asztmával, valamint az igazságtalansággal. A művészet minden ága megszólította iskolás éveiben. Énekelt, zongorázott, gitározott, zenét írt, táncolt, koreografált, verseskönyvet illusztrált, díszletet tervezett, musicalt írt, pantomimezett, vesszőt font, szőt, és mindent kipróbált. Személyes indítatásból elkezdte kutatni a figyelem zavarral párosult hiperaktivitás alternatív fejlesztéseit. Ma már átkeretezi a világot, hogy felnőttként is szembe tudjon szállni az igazságtalansággal. Veró. Édesapám alkoholista volt, nagyon sokat bántott minket. Rengeteget menekültünk előle, és sosem bocsátottam meg neki, amit ellenünk tett. Megengeditek nekem, hogy újra kezdem a történetemet? Édesapám alkoholista volt, és sokat bántott minket, de már egész kicsi koromtól érdekelt, hogy miért csinálja ezt. Mi a motivációja? És figyelgettem éveken keresztül. És egyszer csak így megértettem, hogy valamiféle elvárásrendszernek akar megfelelni. Valamiféle mintát akar követni, vagy programot, de nem fekszik neki, egyszerűen nem illeszkedik ahhoz, aki ő maga. Ezért hát az alkoholba menekült. Mikor ezt megértettem, már nem tudtam rá haragudni. Megbocsátottam neki. Melyik történet tetszik nektek jobban? Második? Jó választás. Elérkezett körülbelül 17 éves koromban az a pillanat, mikor éreztem, hogy nem mindegy, melyik történetet mondogatom magamnak. És én is a másodikat választottam. Egész boldog gyerekkorom volt, édesanyámnak hála, de valahogy így az ezredfordulóra minden elromlott. Bizonyára sokan vártátok az ezredfordulót nagy csodákkal kerítve, én is így, szinte lélegzet visszatartva vártam. De minden elromlott, volt egy válás mögöttem, sok rossz kapcsolat, ami nem hozta meg az igazi boldogságot. Volt egy próbálkozásom egy lakás előtakarékossági programmal, aminek köszönhetően nem csak egy nagy összegű pénzt veszítettem el, hanem majdnem a családomat is és az életemet is, mert mint utóbb kiderült, egy olyan emberrel sikerült szerződnöm, aki egy eléggé hírhet maffia vezér itt Budapesten, csak én magam vidéki lány vagyok. Olyan munkát végeztem, amit szívemből gyűlöltem, és olyan kevés pénzt kaptam érte, hogy haza kellett költözzek édesanyámhoz, akivel 2 éven keresztül éltem, és ő tartott el engem. Sosem fogom elfelejteni azokat a gondolatokat, amik akkor átszőtték a fejemet. Most ez van, ezt kell szeretni. Én nem tehetek róla erről a világ tehet, a környezet, a körülmények tehetnek. Hát, nincs választásom. Ezen az ösvényen kell menni. Ez van. És azt a pillanatot sem felejtem el, amikor egyik szilveszterkor fölhívtam az édesanyámat, ő is emlegeti azóta, szinte rendszeresen szilveszterkor, hogy elegem volt. Itt van az a pillanat, amikor megállok, megfogom az életem szekerét, és ellenkező irányba kezdem el húzni. És a jövő évtől boldog ember leszek. Képzeljétek, ez sikerült. Megtaláltam a hivatásomat, amiből meg tudok élni. Nem utolsó szempont. Megtaláltam életem párját, akivel boldog házasságban élünk, és szültem neki 2 gyermeket. És még egy lakásom is lett, 0 forinttal a zsebemben. Technikailag nagyon egyszerű a történet. Fogtam egy papírt, és szépen leírtam, hogy mit szeretnék. Milyen határidővel, és mik lehetnek az akadályok, amiket így le kellene küzdeni. A legelső akadály az volt, hogy nem tudtam, hogy mit szeretnék csinálni. A hivatásom szempontjából az volt az egyetlen, meg akarok belőle élni, meg valami emberekkel kapcsolatos történet legyen.
Az az egy biztos volt, hogy ezzel a kis tanítói diplomámmal sokra nem megyek, tehát bele kell vágnom egy második diplomába, így egy egyetemibe. És fölvettek, csak az az egy komoly akadály volt, hogy miből, hiszen akkoriban a pénznek komoly hiány voltam, az anyukám tartott el, emlékeztek. Onnantól fogva, hogy megvolt ez a cél, onnantól fogva valami hasonlóan, megmagyarázhatatlan módon jöttek a körülmények, jött a segítség, jött a pénz, jött a lehetőség, egy életbiztosítás, egy végkielégítés váratlanul, pedig én mondtam fel, kölcsön innen, és egyszer csak már állásban voltam, én magam tudtam finanszírozni a fél évemet. Sinem volt. De a hivatás még mindig nem volt meg. Nyitott szemmel, nyitott elmével, nyitott gondolatokkal jártam, és egy alkalom, amikor anyukámnak kerestünk szép autót egy autószalomba, és egy próbaútra mehettem a tulajdonossal, beszélgetésbe legyettünk, és ő említett, hogy valami tréning cége van a feleségének, és épp értékesítőt keres, én akkoriban ezzel foglalkoztam. Gondoltam, kipróbálom. Hamar kiderült, hogy nem vagyok jó értékesítő. Ezt egyébként én már tudtam. De annál jobb vagyok valami másban, ami az emberekkel kapcsolatos. És ott is sínre kerültem. Aztán a lakás. Na, hát ez is egy érdekes történet volt. Üres zsebbel vágtam neki a történetnek, és azt gondoltam, hogy itt viszont egy komoly akadály van, hogy nincs pénzem. És általában az emberek, ez olyan jó kis kifogás, nincs rá pénzem, nem lesz lakásom. Na, hát ez engem nem tarthat vissza. Két hitelből és egy baráti kölcsönből meglett a lakás. Igaz, hogy az egyik hitelt még 10 évig fogom törleszteni, de megvan a lakás. És hát nem utolsó sorban, megtaláltam életem szerelmét is. És még gyerekeket is szültem neki. Ez pedig azért volt nagyon érdekes, mert hogy 16 éves koromban olyan történeteket mondtam magamnak, hogy nekem nem lehet gyerekem. És ezt olyan meggyőződéssel tudtam mondogatni, hogy a környezetem is elhitte, és berendezkedtek arra, hogy mi lesz majd, ha nekem nem lesz, és hogy fognak ők majd engem támogatni. A nővérem még azt is mondtam, hogy majd ő kihordja a gyereket, és megszüli. És az történt, hogy észrevettem, hogy pusztán ez a gondolat, ez a történet, amit magamnak mesélgetek, ez engem akadályoz. Hát itt az idő átkeretezni. Nem voltam elég bátor, csak addig mertem elmenni ezekben, akkoriban, hogy lesz gyerekem, bár lehet, hogy nem természetes úton, de lesz. És most megkérem a kedves asszisztensemet, hogy villantsa fel a gyermekeimet. Ők itt hárman. A legnagyobb nem az én érdemem. De a másik kettő kicsi, ők lombik babák, és elsőre sikerültek. A büszkeségeim. Technikailag ez így működik, de hogy is működik ez a fejünkben? Abban a pillanatban, amikor egy történetet elkezdünk magunknak mondogatni, az átalakul valamiféle hitté. És a hitünk az agyunkban valami alapot képez ahhoz, amihez viszonyítunk mindent, amit tapasztalunk. És az egónk pedig azért felelős, hogy megvédjen minden teóriát, amit felállítunk. Be fogja bizonyítani, hogy igazad van. Harry Ford mondta azt, hogy akár hiszed, hogy képes vagy rá, akár azt hiszed, hogy nem, igazad lesz. Úgyhogy én most megkérdezlek titeket, nektek milyen történeteitek vannak magatokról, magatoknak? Segítenek? A boldogság felé vezetnek? Tényleg olyan, ami a célod irányába egy lépéssel előre visz? Mert ha nem, itt az ideje átkeretezni a gondolataidat. Hát keretezzük át együtt a világot. Köszönöm.